Fegyverek és robbanások zajától hangos már napok óta Ukrajna keleti része. Miután Oroszország megtámadta a szomszédos államot, számos támadásnak lehettek szem és fültanúi az ukrán lakosok. Ez a felvétel Harkivban készült, Ukrajna második legnagyobb városában. Sajtóértesülések szerint több tucat halálos áldozatot követeltek a bombázások, amelynek következményeképp egy iskola és egy kórház is megsemmisült. A város polgármestere Igor Tekerkov azt mondja, lakóházakra is lőnek az orosz katonák. A február 25-e óta tartó háború elől több százezren menekülnek. I'm scared. Ez az asszony egy külföldi televíziós stábnak mondta el, mennyire fél, de nem lát más kiutat, muszáj elmenekülni a gyermekeivel. Nagyon hálásak vagyunk egyébként az embereknek. Ezt már a pécsi ukrán önkormányzat elnöke mondta stábunknak. Popovics Jelena azt mondja, mivel ő nem politikus és nem is katona, ezért az emberi oldalát látja a háborúnak. Ott maradt az egész családunk, az enyém, még a férjemnek, az összes rokonai, és természetesen nagyon aggódunk értünk, viszont nagyon-nagyon sok ember menekülnek, és próbálunk segíteni nekik úgy, ahogy csak tudjunk. Ezzel folyamatosan tartunk kapcsolatot a telefonon. Emellett élelmiszert és a mindennapokhoz szükséges eszközöket, termékeket igyekeznek elszállítani a határig, de pénzbeli felajánlást is fogadnak. Az itt olvasható számlaszámra küldhetnek adományt azok, akik így szeretnének segíteni. Bár a menekülők a határhoz közelebbi városokba érkeznek először, Pécs is felkészült fogadásukra. Mi kicsit messze vagyunk a határhoz, a határtól, és azért most működik a koordinációcenter, ami ha betelik ott a hely, meg most több mint 80 ezer ember jut az utóbbi időbe, akkor ide fognak irányítani. A pécsi önkormányzat elsősorban az Expo Centerben alakít ki ideiglenes szálláshelyeket, de Popovics Jelena azt mondja, civilek is felajánlottak már lakásrészeket, ahol fogadnának menekülteket. Március 1-én reggel ezen műholdkép alapján becslések szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tartott Kijev felé. A háborús szakértők szerint a következő néhány napban heves harcok lehetnek az ukrán főváros környékén és a többi fronton is.